Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Ez itt a Közügyek, a mai adásban pedig foglalkozunk Tomislav Nikolić beiktatásával, a romániai választásokkal és ottani elemzésekkel. Ezen kívül szó lesz Temerinről és az ottani etnikai incidensekről, a jégeső okozta károkról is szólunk a mai napon, illetve Adán ismét Bilicki Zoltánt választották polgármesternek, és a nap végére pedig a Vöröskereszt ma 31 csomagot osztott ki szabadkai csecsemőknek és családjuknak. Azonnal kezdünk. Tegnap beiktatták Tomislav Nikolićot, Szerbia államfője, befektetések idevonzását, átfogó reformokat, a kormánnyal való együttműködést, a szervezett bűnözéssel és a korrupcióval való leszámolást, valamint a világ országaival való baráti kapcsolatok kialakulását, béke és stabilitás megteremtését ígérte tegnapi beszédében. A nemzetközi média azonban azzal volt elfoglalva, hogy több régiós ország képviselője nem jött el Nikolić beiktatására, mégpedig a Srebrenicára és a Vukovára vonatkozó nagy vízhangot keltett kijelentései miatt, mutatjuk a következő bejátszásban. Tomislav Nikolić beiktatási szertartására mintegy 1200 vendéget hívtak meg, köztük Mirko Cvetković kormányfőt, Boris Tadić korábbi államfőt, a Demokrata párt elnökét, Oroszország és Németország nagyköveteit, Alexander Konuzint és Wolfram Mast, a szerbiai pártok és egyházak, valamint a kultúra és a sport jeles képviselőit. Több ország államfője is meghívást kapott. Magyarország elnöke korábban rögzített programja miatt nem tudott eleget tenni a beiktatásra szóló meghívásnak, ezért Hóvári János, a külügyminisztérium helyettes államtitkára képviselte az országot. Hóvári János a beiktatás alkalmával átadta azt a levelet, amelyet Áder János a május 20-án megválasztott szerb elnökhöz írt. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint a levélben Magyarország köztársasági elnöke kifejezte készségét a személyes együttműködés kialakítására, valamint hangsúlyozta a jószomszédi kapcsolatok fejlesztésének fontosságát. Először Szerbia himnusza csendült fel Tomislav Nikolić beiktatási szertartásán a szerbiai elnöki hivatal épületében tegnap 18 óra körül. A Bože Pravde után az Európai Unió himnuszát, az örömmódát is eljátszották. Tomislav Nikolić meghatottan szólt a polgárokhoz. Počastvovan sam i ponosan što vam se danas obraćam kao predsjednik Srbije i obećavam da ću sve svoje vreme, snagu, znanje i energiju posvetiti našoj Srbiji, njenom razvoju i blagostanju svih njenih građana. To je moj dug. To je moja obaveza prema svim građanima naše otadžbine koji danas teško žive, neretko krpe kraj sa krajem, ne vide jasnu perspektivu za sebe i svoju decu i očekuju od mene, ali i buduće vlade, da menjamo stanje u Srbiji, da život učinimo boljim. Az elnök továbbá kijelentette, baráti kapcsolatot kíván építeni mindenkivel a világon, mert Szerbiának nincs joga arra, hogy ellenségei legyenek. Gradiću prijateljstva po svetu, jer Srbija nema pravo da ima neprijatelje. Evropski put Srbije je put budućnosti, put ekonomskog prosperiteta i pomoći ću Srbiji da taj put nastavi. U interesu Srbije sarađivaću sa svima, i na istoku i na zapadu, jer Srbija time samo dobija, a ne može ništa da izgubi. Posebno želim da naglasim da ću u regionu voditi politiku mira, stabilnosti i saradnje. Az elnök hozzátette, nem hagyja, hogy a múlt beárnyékolja elnökségét. Tiszteletben tartja a szerb alkotmányt és az ország területi egységét. Demokratikus alapelveket vall és kész a párbeszédre. A ceremónián az Európai Uniót Stefan Füle, az EU bővítési biztosa képviselte. Reményét fejezte ki, hogy Szerbia folytatja az EU-ba vezető utat, a gazdasági reformokat és az új munkahelyek teremtését. Hozzátette, Szerbia előtt nagy munka áll.
Továbbra is fel kell venni a harcot a korrupció ellen és folytatni a Pristina-Belgrád párbeszédet. The European Union will be your staunchest supporter and we will stand side by side with you, your government and the citizens of Serbia. Annak ellenére, hogy a beiktatási ceremóniára a volt jugoszláv tagállamok országainak képviselői is kaptak meghívót, Horvátország, Szlovénia, Macedónia, valamint Bosznia és Hercegovina elnökei nem jelentek meg Belgrádban. Külföldi sajtóforrások szerint ez Tomislav Nikolić Vukovára és Srebrenicára vonatkozó korábbi kijelentéseinek tudható be. Emlékeztetnek, hogy az egykori radikális politikus, aki most európai elveket vall, Vukovárt szerb városnak titulálta, Srebrenicával kapcsolatban meg tagadta, hogy népirtás történt volna. Egyébként Nikolić még a múlt héten reagált az őt ért bírálatokra. Azt mondta, a szerb parlament 2010-ben elfogadott rezolúciója sem minősíti népirtásnak a Srebrenicában történteket, ő pedig ehhez tartja magát. Vukovár esetében pedig, mint mondta, az újságírók kiragadtak egy részletet a beszédéből. Amikor úgy fogalmazott Vukovár szerbváros, ő a nemzeti összetételre gondolt. Tiszteletben tartja az ország határokat. Az ünnepélyes beiktatáson Albánia elnöke sem vett részt. A volt jugoszláv tagállamok közül egyedül Montenegró elnöke Filip Vujanović jelent meg. Elkezdted már a felkészülést az egyetemi felvételire? Itt az idő, hogy könyvet ragadj! Nézd meg, mi mindenben tudunk neked segíteni! Regisztrálj, tanulj és nyerj felvételt! Tedd meg az első lépést a jövőd felé! felkészítő.mntösztöndíj.org.rs Az elkövetkező percekben pedig romániai választásokkal folytatjuk. Vasárnap 16.910 szavazóhelyre várták szavazni a román állampolgárokat. A szavazásra jogosultak 60,86%-a adta le voksát az önkormányzati választásokon. A magyar pártok közül az RMDS-re szavaztak a legtöbben, a szavazók 6,83%-a voksolt a párt jelöltjeire, a központi választási iroda információi szerint, most pedig az Erdélyi TV anyaga következik. Mind a magyar pártokkal való verseny tekintetében, mind a 2008-as eredményekhez képest megnyerte az önkormányzati választásokat az RMDS, mondta Kelemen Hunor, pedig az elemzők szerint három jelentős problémával kellett megküzdenie ezen a választáson. Egyrészt ő is részese volt ennek a negatívan megítélt kormányzati ciklusnak, ez volt az egyik probléma. A másik probléma a román politika erőtérnek az átalakulása, ami arról szól, hogy összeállt a szociáldemokrata párt a liberálisokkal és az USZL szövetség nagyon erőssé vált. És a harmadik probléma, amellyel szembe kellett nézni az RMDS-nek, a magyar versenypártok voltak. Barna Gergő szerint az MPP és az EMNP egyértelműen kudarcot vallottak. Az Erdélyi Magyar Néppártnak két polgármesteri széket sikerült elnyernie, az MPP-nek 10 helységben lesz polgármestere. Tóróté Tibor, az EMNP elnöke kudarcként számolt be arról, hogy nem sikerült áttörni az 5%-os küszöböt az olyan erdélyi nagyvárosokban, mint Kolozsvár vagy Marosvásárhely. Három széken igazi sikerként könyvelhető el, hogy Előpatakon, ahol mindössze 9,9%-os a magyarság aránya, újra magyar polgármester van. Szatmár megyében is növelte egyel a polgármesterei számát az RMDS, így 19 településnek lesz magyar RMDS-es polgármestere. Jól lehet, a szatmárnémeti polgármesteri szék elveszett annak ellenére, hogy Illyés Gyula több szavazatot kapott, mint 2008-ban. A legfrissebb információk szerint Kolozsváron Emil Bok a demokrata liberális párt jelöltje szoros küzdelemben elnyerte a polgármesteri tisztséget. Ekstein Kovács Péter az RMDS jelöltje 11%-ot kapott. A legtöbb voksot, mintegy 52,6%-ot az idei választásokon a Szociálliberális Unió jelöltjei kapták.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az Erdélyi Magyar Néppárt összegezte a választások eredményeit. A kolozsvári sajtótájékoztatójukon mindkét párt elnöke azt hangsúlyozta, hogy az eredmények alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az erdélyi magyarok továbbra is az egységes politikai érdekképviselet mellett döntöttek a június 10-i választásokon. Ismét az erdélyi TV anyaga következik. Az RMDS jobb eredményeket ért el, mint a 2008-as választásokon. A szavazók erőteljesen odaálltak a szövetség jelöltjei mellé, jelentette ki Kelemen Hunor. Míg a 2008-as választásokon 184 polgármesteri széket szerzett meg az RMDS, addig ez a szám most 203-ra nőtt. Az önkormányzati képviselők számát egyelőre nem sikerült összesíteni. Az erdélyi magyarok az eredményekre épített kampányt értékelték, a pozitív kampányt, a jelölteknek a hitelességét és az eddigi teljesítményét, a fiatalitást értékelték, és úgy gondolják az erdélyi magyar emberek, hogy az egységes magyar politikai képviseletre van szükség, nem a szétosztott szavazatokra, és a magyar-magyar versenyt azt mondhatnám, hogy fölénnyel győzt, megnyerte az RMDS. Fontos, hogy egy ilyen erős önkormányzati képviselet mögött erős parlamenti frakció legyen. Ezért most kiemelten figyelni kell az őszi parlamenti választásokra való felkészülésre, tette hozzá a szövetség elnöke. A nemzeti etnikai jellegű szavazás Erdélyben még mindig elég jól működik, emelte ki Tóró T. Tibor is a választási eredmények összefoglalójában. Mi végig arra biztattuk amúgy a kampány során a magyar szavazókat, hogy elsősorban természetesen a néppártnak a jelöltjeire szavazására biztattuk, de azt is hozzátettük, hogy ha valamelyikből kifolyólag nem akarnak a néppártra szavazni, akkor a magyar pártok jelöltjeit tegyék azt. Tehát ebből a szempontból mi úgy látjuk, hogy ez egy pozitív jelzés. Az eredmények feldolgozottsága még mindig csak részleges. Ezek alapján a néppárt megközelítőleg 250 tanácsosi helyet szerzett Erdélyben. A romániai magyar jobboldal megosztásáról beszélt Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt elnöke az önkormányzati választások értékelése kapcsán. Szerinte az erdélyi magyar jobboldal csak összefogással állíthatott volna megfelelő alternatívát az RMDS-szel szemben. Szász Jenő a Duna TV közbeszéd című műsorának vendége volt a székelyföldi stúdióban, ezt mutatjuk most. A néppárt által történő jobboldali megosztottság gyakorlatilag az RMDS-nek hozta meg a gyümölcsét, és mint olyan azt mondhatjuk el, hogy ugyan számomra erkölcsileg nagyon fontos eredmény, hogy a jobboldali versenyben a Magyar Polgári Párt győzedelmeskedett azáltal, hogy egyébként 10 polgármesterünk van, mert két olyan független támogattunk, aki hozzánk tartozik. Az MNP-nek ezzel szemben 3 polgármestere van, tehát hogyha ezt mérlegre állítjuk, ez 10-3, és ebben városok is vannak, mint Gyergyószent Miklós megyei jogú város, vagy éppen Tusnádfürdő a Magyar Polgári Párt javára, hogyha erről szólni lehet. Egyébként az önkormányzati képviselői mandátumokat, hogyha számoljuk, akkor én azt látom, hogy a Magyar Polgári Párt és az MNP közösen nem ér el olyan eredményt, mint 2008-ban a Magyar Polgári Párt egymagában tette. Tehát ezért a megosztottság, a jobb oldal megosztása az gyilkos fegyverré vált. Ezt az RMDS kaszálta bennek az eredményeit. Most pedig visszatérünk ide Vajdaságba. Az adai önkormányzatról beszélünk az elkövetkező percekben. Bilicki Zoltánt választották meg ismét Ada polgármesterévé. A községi képviselőtestület tegnap este választotta meg a községi elnököt. Az alpolgármester a szintén demokrata párti Gorán Matic lett. Ada polgármestere, jelenlegi és ugye volt polgármestere, Bilicki Zoltán, a munkanélküliség csökkentését és a nagy beruházások serkentését ígérte. Kurcinák Árpád riportja következik.
Adán a május 6-ai választásokon abszolút többséget szerzett demokrata párt vezeti a községet. A polgármester, az alpolgármester és a KKT elnöke is demokrata párti. A 29 tagú képviselőtestületben a demokrata párt és a szerbiai szociáldemokrata párt közös listája 16 képviselői helyet szerzett. A VMS-nek 6 képviselője van, az Ürményi Ferenc Fecó polgárok csoportja és a Szerbiai Egyesült Régiók Uniójának 4, a Szerb Haladó Pártnak 2, a VMDK-nak pedig 1. Az új összetételű községi képviselőtestület tegnapi ülésén újra Bilicki Zoltánt választották meg polgármesternek, aki az ülés után a Pannon RTV-nek adott nyilatkozatában elmondta. A munkanélküliség csökkentése érdekében saját programcsoportot is létrehoznak, valamint az elkövetkezőkben is pályáznak majd az Európai Uniónál a község fejlesztése érdekében. Arra a kérdésre, hogy a demokrata párt egyedül irányítja-e a községet, a polgármester a következőt válaszolta. Egyetlen egy párt keresett meg bennünket tárgyalási szándékkal. Ezzel a párttal még folynak a tárgyalások, tehát ezekről a funkciókról már nem kívánunk tárgyalni, melyek ma kinevezésre kerültek, de tehát vannak még olyan funkciók, olyan igazgatói helyek, amelyekről ezek után fogunk dönteni, és tehát úgy néz ki, hogy nem egyedül fogunk irányítani, hanem koalíciós partnerrel, viszont én még ebben a pillanatban nem szeretném kijelenteni a koalíciós partner pártnak a nevét. Az ülésen megválasztották a községi tanács tagjait is, Daniela Sévics, Tamara Gavrilovics, Rákos Rózsa, Körtviesi Tícián, Borislav Radoszávjevics és Schmidt Károly személyében. Őket is a demokrata párt delegálta. Az utolsó napi rendi pontnál a képviselői hozzászólások során Világos Tibor, VMS-es képviselő, korábbi alpolgármester felkérte az új vezetőséget, hogy rendezze a Szarvas Gábor könyvtár alapítói jogainak részbeni átruházását az MNT-re, amit véleménye szerint a KKT korábbi elnöke elmulasztott megtenni. A mai napig sem lett az realizálva, úgyhogy én azért vettem fel, hogy az új képviselő testület elnöke akkor realizálja ezt az elmaradt dolgot. A kis vitában, amit itt történt az ülés végén, én nekem az az álláspontom, hogy a mindenkori képviselő testület elnökinek a testületi döntéseket nem felülbírálni kell, hanem végre kell hajtani. Úgyhogy ennyi az egész, tehát a megszületett döntéseket végre kell hajtani, nem pedig egyénileg felül írni azokat. Világos Tibor felszólalására reagált Csonka Áron, a VMDK elnöke, aki korábban a KKT elnöki tisztségét töltötte be, a jelenlegi mandátumban pedig önkormányzati képviselő. Csonka elmondta, a községi tanács által elfogadott szerződési javaslatban az alapítói jogok mellett az alapítói tőke 50%-át is átruháznák a Magyar Nemzeti Tanácsra. Egyszerűen arról van szó, hogy abban a szerződésben, amely szerződési javaslatban, amelyet a községi tanács elfogadott és továbbított nekem, mint az akkori képviselőtestület elnökének aláírása, bele volt foglalva, hogy az alapítói jogok mellett az alapító tőkének az 50%-át is vigyük át a Magyar Nemzeti Tanácsra. Na most a nemzeti tanácsokról szóló törvényben egy szó sincs arról, hogy az alapító tőke is része annak, amit átruházunk bármelyik nemzeti tanácsra, ugye, amit kérnek tőlünk. Egyszerűen az alapítói jogokról van szó. Tehát én akkor is nyilatkoztam különböző újságoknak, hogy ha kijavítsák ezt a hibát, tehát hogy alapító tőke nélkül kerül bele a szerződés javaslatban, abban a pillanatban aláírtam volna, én törvénytisztelő ember vagyok, és ahhoz is tartom magamat. Csonka hozzátette, a kérdés tisztázása érdekében a köztársasági vagyonjogi ügyészhez fordult segítségért. Hivatalos válasz még nem érkezett, értesülések szerint azonban igazat adhat az egykori KKT elnöknek, miszerint az alaptőke nem része az alapítói jogoknak. Tanulj tovább anyanyelveden! A 4 éves középiskolai szakokkal könnyebb az érvényesülés, a munkába állás. A gimnázium a legjobb alap a tovább tanuláshoz. Tervezd a jövőd, mert te magad vagy a jövő.
A Vöröskereszt hetén május 8-a és 15-e között 31 csecsemő született Szabadkán, 17 kisfiú és 14 kislány, közülük két ikerpár. Szüleik ma ajándékcsomagot vehettek át a Vöröskereszttől, amely 20 éve minden évben megajándékozza a szervezet hetén született babákat, Gyarmat Angéla járt a helyszínen. Hatala Anasztázia kislányával és újszülöttjével Csantavérről érkezett a csomagosztásra. A két apróság mellett három felnőtt gyermeke is van. A Vöröskereszt most a legkisebb csecsemőt ajándékozta meg. Ez az ötödik családom, úgyhogy még idáig bírjuk, neveljük őket, ahogy csak lehet. Szegényesen, de meg vagyunk. Az idősebb gyerekek 25, 23 és 18 évesek. Az összetartás azonban ennek ellenére is erősen jelen van a testvérek között. Nagyon szeretik egymást. Nem baj, hogy kis húgi, kis öcsi, szeretik egymást nagyon. Mindig össze is járunk, hogy azért mindig többet találkozzanak. A fiatalok körében a gyerekvállalás egyre inkább kitolódik. Eddig csak az iparilag fejlett országokra volt jellemző az idősebb korú terhesek számának növekedése, de manapság ez Vajdaságra is elmondható. Habár az orvosok azt javasolják, hogy a nők első gyermeküket szüljék meg 25 éves koruk előtt, a többség nem követi a tanácsot. Ráadásul egyre kevesebb gyermeket vállalnak a fiatalok. Vannak azonban kivételek. Vasszijjebb Tóth Angéla és párja legalább kettő, de inkább három gyermeket szeretne felnevelni. Mi nagyon szerettük volna, tavaly volt az esküvünk pont egy évvel ezelőtt, és volt olyan szerencsénk is, hogy rögtön jöjjön a baba. Vannak-e nehézségek egy gyermeknevelésnél? Hát így egy gyerekkel, meg olyan nagyon jó gyerekkel még egyelőre azt mondhatom, hogy mi szerencsésnek érezzük magunkat, mert tényleg szeret aludni, szeret sétálni, ha benne van a babakocsiban, mindig alszik, játszogat, most már lassan elkezdett nézelődni, mivel hogy nemrég volt egy hónapos, úgyhogy mi élvezzük egyelőre. Anyagi téren mit jelent egy gyermekáldás? Hát én azt hiszem, hogy a szülők különösen, amikor első gyerekről van szó, sokkal többet is költenek a gyerekre, mint amennyi igazán szükséges lenne. Ezt már saját bőrünkön is tapasztaltuk, mert ugye babakocsi és a többi minden, ez az ember olyat is talál, ami sokkal olcsóbb, és abban is jó lesz a gyereknek, olyat is, ami drágább, ami a szülőnek talán jobban tetszik vagy megfelel. Én azt hiszem, hogy minden segítség biztos jól jön minden szülőnek, különösen ott, ahol már több gyerek van, de nem ez kellene igazán, hogy meghatározza, hogy lesz-e valakinek babája, vagy nem. Idén 31 kisgyermek részesült a Vöröskereszt ajándékcsomagjában. Mindannyian a szervezet hetén, azaz május 8-a és 15-e között jöttek a világra a Szabadkai Közkórházban. A Vöröskereszt egyébként 20 éve minden évben megszervezi ezt az akciót. Milka Erdmann, a Vöröskereszt szakmunkatársa elmondta, idén 6 babával több jött a világra május 8-a és 15-e között, mint egy évvel ezelőtt. Az újszülöttek között 17 kisfiú és 14 kislány van. Ma unedelji Crveno krsta imali dva puta blizance, znači dve porodice su dobile blizance i mislim da će njima biti jako teško, jer što nekom treba jedno, ovoj porodici se sve trebati u duplo. Az álmatlan éjszakák a nagy költségek ellenére a szülők úgy vélik. Az a boldogság, amit a csöpségek nyújtanak a szülőknek, mindent megír. Én nekem elég a szeretet, amit kapok tőlük. Igaz, cuflások egy kicsit, de azért a szeretet a lényeg. Súlyos károkat okoz a jég a termőföldeken és a gyümölcsösökben. Egyes területeken diónagyságú jégeséről számoltak be. A Szabadkához tartozó Misityavó környékén körülbelül 20 cm-nyi jég borította a földet. Scheller Endre összefoglalója következik. A jégeső csak zivatar felhőkben tud kialakulni. Létrejöttéhez arra van szükség, hogy a levegő a tala irányából felfelé mozogjon több kilométer magasságba. A feláramló levegő párát tartalmaz, ami kicsapódik és a légkörben lévő szilárd részecskékre fagy. A magaslati felhőkben nagy a hideg, ezért a vízcseppek túlhűlt állapotban, ha találkoznak egy ilyen részecskével, szinte azonnal ráfagynak. Ez a fagyott szemcse egyre több vízcseppet gyűjt össze, így növelve méretét. A zivatar felhők akár 10 kilométeres magasságot is elérhetnek.
lehetnek. Ha jégszemcsik elkezdenek aláhullani, nincs elegendő idejük elolvadni és jégeső formájában érik el a föld felszínét. Ilyen állapotban elsősorban tavasszal vagy meleg nyári napokon jön létre, erős napsütéskor, amikor nedves a légkör, de kialakulhat hideg front érkezésekor is. A jégszemecskék mérete általában borsó vagy mogyoró nagyságú, de előfordul dió, akár tyúktojás méretű is. A jégeső csak néhány percig szokott tartani, de sokszor az is elegendő, hogy tekintélyes jégréteggel borítsa a földet és a vetéseket is elpusztítsa. Elsősorban a mezőgazdaságnak okoz károkat, tavasszal leveri a gyümölcsvák fiatal rügyeit, nyáron pedig a haszonnövények terméseit. Júniusban tragédia érheti a görögdinnye termő területeket, a nagy erejű vihar kíséretében lezúduló jégeső teljesen megsemmisítheti a termést. A napraforgó kukorica és a kalászosok, vagyis a gabonafélék vannak ilyenkor a legveszélyeztetettebb helyzetben. A jég kiveri a teljes érésben lévő szemeket. Az állomány megmentésére kevés az esély, nagyon magas a páratartalom, így a sérült növény hajtásokat azonnal megtámadják a vírusok és a baktériumok. Ezek ellen drága permetezéssel lehetne védekezni, ami azonban jelentős többletköltséggel járna, miközben a termés töredéke lesz az átlagnak. A stúdióban a jégeső okozta károkról beszélgetek vendégeimmel, Szécsi Gusztávval, Horgosi gyümölcsésszel, Szügyi Roland felsőegyi termelővel, illetve Fürszner Krisztián biztosítási szakemberrel. Köszöntöm Önöket itt nálunk. A bejátszásban ugye hallhatunk egy összefoglalót arról, hogy hogyan is keletkezik a jégeső, mire kell számítani, milyen veszélyeket rejteget. Ugye felsőegy környékén tegnap dió nagyságú jég esett. Közel igen, dionagyságú jégesett este 7 és 8 óra között egy hirtelen zápor formájába. Mit jelentett ez Önöknek? Hatalmas károkat. Hogyan tudtak rá felkészülni, vagy számítottak esetleg rá? Lehetett hallani a napokban, hogy várható jégeső? Hát erre soha nem lehet felkészülni, úgy gondolom, egy termelőnek. Felsőegy és Horgos, hát elmondható, hogy nem olyan nagy távolság. Horgost érintette-e a jégeső? Hát ez a vihar most kikerült bennünket, de hát van már így is elég bajunk a téli és a tavaszi fagykárok folytán, viszont tudni kell azt, hogy egy ilyen jégesőnek a következményeiről nehéz beszélni. Két dologra osztható a dolog, a megelőzésre. A megelőzésnél is két módozat van, az egyik a jégvédelmi rendszernek a kiépítése, ami hát inkább államszintű feladat volna. A másik viszont alkalmazott már a gyümölcsösünkben a jégvédelmi hálóknak a felszerelése. Most per pillanat az ilyen fajta létesítményeknek meglehetősen magas az önköltségi ára, és hát nagyon komolyan el kell gondolkodni annak, aki hozzányúl egy ilyen beruházáshoz, hogy megtérül-e. A probléma mindig akkor szokott lenni, amikor megjön a baj. Viszont amikor ezt értékeljük ki, abban az esetben hát a visszamenőlegi gyakorlatra támaszkodunk, a gyakoriságát nézzük meg a jégesőknek, vagy az ilyen jellegű elleni csapásoknak, és hát nem mindig találunk gazdasági indokoltságot egy ilyen nagy beruházásnak a véghezételéhez. Mondjak egy konkrét példát, 1960 meg 90 között nekem volt egy gyümölcsösöm Királyalmán, és hál' Istennek egyszer sem szenvedett jégkárt. Tehát, hogyha ezt nézzük, akkor elvitatható egy ilyen jellegű beruházás, viszont amikor a tényleges károkat, mint amit most láttunk a bejátszásban, hogyha ez gyakori, amiatt most mindent ráfogunk a klímaváltozásra, akkor elgondolkodható, hogy megcsinálni-e. A továbbiakban nagyon sok problémát okoznak az ilyen jégverések, elhangzott az is, hogy hát adottak a nyílt sebek. Gyümölcsösök esetében ez utána egy végzetes érvénia, tehát tüzelhalás veszéllyel járhat, amelyikeket hát elég nehezen tudunk kezelni. Nem azt mondom, hogy nem, de körülményes, és hát a szőlőgyümölcsösök esetében egy komolyabb jégverés, ami már gondolom
ügyeket, ágakat sért, az általában nem egy év, hanem két év terméskiesést, illetve károsodást okoz. Ön, mint biztosítási tanácsadó, mit gondol erről? Mennyire vannak az emberek itt Vajdaság környékén lebiztosítva ilyen esetekre? Ami a biztosítást illeti, a biztosítás sajnos mindig költség. Egy termelőnek, akinek tényleg sok kiadása van, és hogy tudjuk, hogy a termelőknél a visszanyerés, a pénz visszaforgatása az nem gyorsan történik, hanem tényleg egy hosszú időn át. A biztosítás az mindig egy költség. És az a költség az nem térül vissza, ha csak valami nem történik. Ebből kimenőleg tényleg azt vettük észre, hogy az emberek mégis azért gondolkoznak, aki dolgozik ilyenfajta kultúrákkal, az előre gondolkozik, és mondhatom, hogy elég sok olyan példa van, hogy tényleg le vannak biztosítva a termőföldök, a termés, viszont mivel egyes feltételek a költségvetésbe, ami a magántermelőket is illeti, cserélődnek napról napra. Nagyon sokszor az történik, hogy a költségvetés, ami még volt tervezve, és ahol a biztosításnak is helye volt, át van cserélve, egyes időpontokat előrébb hoznak, vagy egészen kidobnak, úgyhogy gyakran megtörténik, hogy sajnos ez a biztosítás biztonság rovására megy, és egyes helyzetekben a biztosítást nem kötik meg. Szóval tényleg nem az van, hogy valaki ezt akarja, vagy nem akarja, gondolja, hogy jó vagy nem, nagyon sokszor az anyagi az, ami meghatározza, hogy egy bizonyos földrész, úgymondván, le lesz biztosítva, vagy nem. Önök le voltak biztosítva? Sajnos az idén nem voltunk biztosítva. De egyébként szokták így az elmúlt évekre visszamenőleg? Az elmúlt két évben a búzák biztosítva voltak, de az idén sajnos a keret nem futott erre. És ön mit tapasztal a környezetében, illetve saját magánál a biztosítás terén? Hát mondjam azt, hogy nem kifejezetten gyakorlat a horgosi termelők körében sem a jég elleni biztosítás. Most hát itt majd meghalljuk, esetleg a problémaföltárás kérdés is lehet. Még a korábbi gyakorlatban volt egy olyan probléma gyümölcsöknek a biztosítás esetében, hogy termés mennyiségét biztosítottak, illetve az adott esetben a kártételnél az számított, mint elszámolási alap. Viszont megtörténik az, hogy a termés mennyiség, főképpen, hogyha egy jégeső később jelentkezik a vegetációba, tehát közelebb az éréshez, nem mennyiségi, hanem minőségi károsodást idéz elő a gyümölcsöknél, tehát nem lesz piacos a gyümölcs, vagy pedig esetleg ipari földolgozásra lesz alkalmas, és hát a biztosítók ragaszkodtak a mennyiségnek, tehát mennyiség nem csökkent, és mondjam, egyszerűen becsapottnak érezték magukat, és hát azóta nem tudom, hogy változott ez a szemlélet, vagy milyen a mostani gyakorlat, egy kis fenntartással közelítenek a biztosítás felé. Hát akkor meg is kérdezzük, változott? Nagyon jó, nagyon jogos, amit az úr mondott. A biztosításoknál igazából arra kell figyelni, én így fogalmaznám a dolgot, hogy pontosan meg kell nézni, mit tartalmaz az a biztosítási kötvény. Rendszerint a biztosítók biztosítótól biztosítóig függ, hogy fogalmazza, hogy mit fed. Nagyon-nagyon meg kell nézni. Itten gondolom, hogy épp az ilyen példák ezt aláhúzzák, hogy lehet, hogy az ár kisebb lesz a biztosításnak, de még lehet, hogy kizárások lesznek. Szóval vagy a mennyiséget biztosítsa le a biztosító, úgymondván, vagy a minőségét. Olyan biztosítások is léteznek, ahol maga a minőség csökkenést védjük ki. Nagyon oda kell figyelni, lehet, hogy ilyen szempontból nem ártana, ugye mindig tudunk adni ajánlatot,
hogy mire vigyázzon. Egyes kultúrákban nagyobb lehet a mennyiségcsökkenés, másiknál a minőség, illetve ha valaki még szeretné az egyiket, a másikat is megvédeni, akkor még olyan kötvényt kérni, keresni, kötni. Legfontosabb az, hogy pontosan tudjuk, hogy mit kötöttünk, mi van, benne legyen, az mindig vannak ilyen biztosítási feltételek. Ha benne van a feltételekben, akkor igazából a biztosító elkötelezi magát is, fizetni fog. Ha nincs benne, sajnos másképp fogalmaznám, úgy néz ki, mintha csalnának, mintha próbálnák kihúzni magukat a teher alól, de igazából még más oldalról nézve, ha ők aláírtak egy szerződést, amelyikben nincs benne egyes károk kifizetése, ő nekik tiltsa a törvény, hogy azt kifizessék, mert elve károsítsák a többi biztosítottat. Épp azért mondom, hogy nagyon fontos nem csak az árat nézni egyes biztosításoknál, hanem hogy mit tartalmaz. Az ilyen példák csak azt sugallják nekünk, hogy tudjuk, hogy mit akarunk, illetve ha nem vagyunk biztosak, akkor még szakértőket keresünk abban a témakörben. Rendszerint a legajánlatosabb egy, nem mondjam, hogy független szakértőt, aki nem bizonyos háznak dolgozik. Igen. Biztos vagyok, hogy Horgos területén most, ha jönne biztosító házból bárki, tényleg visszahúzódva fogadnának bármilyen információt, viszont egy független ember, akinek az a célja tényleg, hogy minőséges információt adjon, illetve terméket keressen az embereknek, az ilyen emberek ritkák nálunk, azt muszáj bevallanom, de viszont léteznek, és olyan embernek tényleg az a célja, hogy a termelőt megvédje minél jobban. Ha az ára annak a védelemnek nagyobb is lesz, akkor még prezentálja, bemutassa, hogy ez miért van így. De a végén tényleg az legyen, hogy a biztosítás célja az, hogy valamilyen rizikót átvegyen az embertől. És ezt megfizesse, persze. Elmondta most, hogy mire kell odafigyelni, és hogy legjobb egy független tanácsadó, és azt is elmondta, hogy nálunk nem nagyon van ilyen független tanácsadó. Mégis mennyire vannak a termelők, illetve a gazdák etéren informálva? Ki az, aki őket informálhatja? Hát, ami most a terepen az van, hogy egymást informálják, és sajnos éppen ilyen negatív konnotációba, hogy aki nem mondja, hogy rosszul járt, vagy van valamilyen negatív véleménye, ezt mondják tovább. Nálunk még nincsen az, hogy a jóval is annyit dicsekedjünk, mint a sajnos a rosszal. Minden esetre tényleg az van, hogy kell találni, erre is rá kell szánni időt, energiát, sajnos minden más mellett, de egyrészt, másrészt vannak olyan emberek, akik csak ebben foglalkoznak, hogy biztosítási szakértők. És az a célja, hogy tudja a piacot, és tudja felismerni, hogy mi van. Persze ez avval jár, hogy nagyon sokat hallgassa az egyszerű embert, úgymondván, ebben az esetben mondjuk rá a termelőt, hogy mi az, ami leggyakrabban sújtja, illetve mi lenne neki megfelelő. Ez most persze itt egy elmélet, amiről mi beszélünk, de tényleg ezt meg is lehet csinálni mindennapi praxisban, mivel egyes biztosítóházak egyes rizikókat fednek, egyeseket nem tudnak fedni, vagy nem nincs benne a programjukba. És akkor az van, hogy mondjuk rá, ahogy az úr is mondta, 30 évig jég nem volt a gyümölcsösben. De erre nem lehet számolni. Persze, hogy nem lehet. Annak az embernek valószínű, hogy a jég eszébe se jut. Más, sok minden igen, a jég nem. Ugyanúgy mondjuk rá, ha olyan föld van, amelyik magasabban van, hát ottan talajvíz nehezen fog megmaradni, ottan mondjuk rá az a része nem érdekes. Persze tűzvész esete, vihar esete, jégvész, ezt mind fedni lehet. Kérdés az, szóval, hogy milyen kultúrák, minek vannak a legtöbbet kitéve. Ugye, ahogy itten az előbb is beszéltünk, hogy sajnos a egyes kultúra az most nem olyan totálkáros, másik ugyanakkor a verést szenvedett, viszont az könnyebben visszafogja nyerni a minőségét. Megint az elve, hogy összegézném az egészet, hogy mint minden másban is a biztosítást is nagyon meg kell válogatni, és is kell ismerni, hogy mit akarunk, illetve hogy mit kapunk.
Az imént Krisztián említette, hogy a legtöbb ember ugye, hogyha egy biztosító megjelenik előtte, konkrétan Horgosra kitérve, akkor így fogadja. Mit tapasztalnak a körükben? Mert ugye tényleg azt lehet látni, hogy ameddig nem történik baj, addig az emberek ugye nem is tesznek azért, hogy esetleg ezt megelőzzék. Tehát feltételezem, hogy tegnap ön is a fejét fogta, hogy miért is nem biztosította le, mert ugye nem számított erre. Látnak-e arra esélyt, hogy ilyen károk után a jövőben úgymond tárt ajtókkal várják a biztosítókat? Hát mi biztos, hogy szívesen fogadunk minden biztosítási szakembert. Ahogy a keretek biztosítják, mi biztos, hogy hajlandók vagyunk biztosítani a terméseinket. Az állam egyébként milyen segítséget nyújt ilyen a helyzetben? Tudomásom szerint 40%-át bizonyos biztosításoknak visszatéríti a termelőknek. Milyen kategóriák vannak a biztosítóknál, ugyanis most a jelen esetben ugye jégkár történt, azonban biztos, hogy ez is kategorizálva van, tehát megvan, hogy a termelőknek mire kellene, vagy mire szeretnének, tudnak választani a felől, hogy mit szeretnének lebiztosítani. Én felelnék most először az előbbi kérdésre is. Az állam az bizonyos szubvenciókat vagy visszatérítéseket a biztosítási összegekből, amit ki kell fizetni a termelőknek, már tesz. Avval, hogy feltételek persze, hogy vannak. A feltétel az állam felől az, hogy egy olyan, akkor tudnak visszafizetni 40%-ot, illetve egyes más termékekben több százalékot is, ha az a valaki, aki a biztosítást kötötte, az bejegyzett gazdaság kell, hogy legyen. Szóval, hogy az állam felé is tudja bemutatni, hogy mindent megtett, kifizetett, amit kellett, akkor az állam igen vissza fogja neki szolgáltatni a pénz egy részét. A másik kérdésre a feleletem az, hogy minden eset, hát nem mondjam, hogy különbözik, szóval minden kultúránál másmilyen a kategorizálás, ahogy mondtam az előbb is, hogy nem mindenhol ugyanazt tudja fedni ugyanolyan féleképpen, mert másmilyen a termés, más időpontban történik, és a többi. Viszont pontosan már megvan a biztosítóházaknak ezek a kategóriák, és az egész dolog úgy történik, hogy ha valaki érdekelt a biztosításba, akkor informálják, illetve egy felmérik a helyzetet, mondjuk rá a búza esetén, hogy hektárként mekkora szokott lenni a termés, mekkora az ára tonnánként vagy kilónként, és akkor ez ad meg egy összeget. Más kultúráknál másképp megy a számítás, viszont ez már megvan. Szóval egy felmérés után az ügyfél kap egy ajánlatot és a feltételeket. Így kellene, hogy menjen a dolog, és rendszerint így is működik, hogy mennyi pénz kell, hogy fizessen, illetve mit kap ezért. Amíg nem olvasta el az ügyfél a feltételeket, én ajánlom, ne írjon semmit alá. Hogy ne legyen az, hogy aláírja, és akkor másnap vagy egyszer, amikor megtörténik a kár, akkor igen, jön a biztosítási szakértő, aki felméri a helyzetet, és azt mondja, hogy igen, itten ez a kár volt, és megtörténhet, hogy azt mondja, hogy igen, de nem volt benne a feltételekben, és akkor meg fog jelenni a probléma. Mi az, amitől egyébként itt térségünkben a gazdák a legjobban félnek? Tehát árvíz okozta kártól, jégkártól, tűz okozta, vihar okozta. Mi az, amire leginkább bebiztosítják magukat? Mit tapasztal a környezetében? Hát, hogyha PIMASZ választ kellene adnom, akkor a válasz az volna, hogy fagyzugos jégverte vagy jégjárta területeken nem szabad gyümölcsösöket létesíteni és ilyen termelést folytatni, viszont szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy a világon nincsen olyan hely, amelyik minden rizikós valójában. Minden tekintetben megfelelne egy gyümölcstelepítésre vagy termelésre, és hát hogyha mi a telepítésre alkalmassá, akkor csak azt tudjuk megállapítani, hogy az elkövetkező időszakban mekkora rizikófaktorral, kockázattal tudjuk majd ezt a tevékenységet végezni. Na már, hogyha valami benne van a pakliba, az előbb-utóbb leosztásra kerül. És hogyha leosztásra kerül valami, az idén elég sok minden leosztásra kerül, meg a tavalyi évben szárasság, téli fagyok
koratavaszi, vagy már tavaszi kései fagyok, és hát most fenyegetnek ezek a viharjárta dolgok. Csak hogyha ezt az egészet komplett nézzük, akkor előáll egy olyan dolog, amire már a kedves kolléga itt utalt, a költségre. A gazdaságaink, a gyümölcsös gazdáknak a gazdaságai a költségvetés tekintetében most tartaléklángon égnek, mert egy nagyon nehéz két esztendőre néznek már elő, mert kisebb termés lesz, vagy bizonyos kultúráknál nem is lesz termés, viszont a költségek a gyümölcsös fönntartásánál, ha csak föl nem akarja számolni, akkor nagyon kis mértékben fognak csökkenni, és hát ilyenkor abban a reményben, hogy talán egyik vagy másik kár nem fog megjelenni a termesztés technológia folyamán, hogy úgy mondjam, próbálnak ettől megszabadulni, és hát ez az egyik oka annak, hogy az emberek annyira nem vár gyakorlattá a biztosítás a különböző elemi csapásokkal szemben. Néhány rövid percünk maradt. Krisztián, ön most mit tanácsol Rolandéknak? Mivel ami történt, még történt, visszafelé nem tudunk semmit tenni, szóval igazából, ahogy mondta, mivel a költségvetés az nagyon szűk, illetve minden dinár számít most ebben az esetben még jobban, hogy valahogy vissza tudják hozni, ugye, ha semmi mást, csak a nullára érjenek. Meg kell válogatni igazából, hogy melyik az ajánlatom az lenne. Valószínű, hogy biztosítani a következő, éppen most, meg ahogy mondta, hogy két nehéz év áll az emberek mögött, és most, ha a harmadik évet és nagy rizikóval mennek bele, nagyon nagy a lehetőség, hogy egy következő ilyen kár tényleg tönkretegye az egészet. Megnézni, mi az, ami a legnagyobb érték, úgymondván, az összes közül is, lehet, hogy aztat egyenlőre, aztat levédeni. Megint mondom, hogy a biztosítás az mindig egy költség, amíg valami kár nem éri az embert, akkor még aranyat ér. Valahogy a költségvetésbe próbálni belekalkulálni, vagy reménykedni a legjobba, ugye? De ez az előbbit. Gondolom, hogy biztos, hogy Rolandék is az elkövetkező időszakban erre majd jobban oda fognak figyelni. Önnek nagyon szépen köszönöm mindannyiuknak, hogy a vendégem voltak. És köszönjük meg, kíváncsi. Temerinben történik évekre visszamenőleg a legtöbb etnikai alapú incidens, itt jelenik meg a legtöbb gyűlölésszító falfirka is. Az atrocitások kezeléséről tartottak ma tanácskozást Újvidéken, ez következik most. Nem csak Temerinben vannak nemzeti alapú incidensek. A megoldásoknak ezért minden vegyes lakosságú közösségre érvényesnek kell lenniük, hangzott el azon az újvidéki tanácskozáson, amelyet Temerin, Vajdaság jelene vagy jövője elnevezéssel tartottak. A Nagybecskereken székelő szervezetek, a Civil Társadalom Fejlesztéséért Központ és a Nyílt Társadalomért Alapítvány támogatásával, valamint a tartományi képviselőház együttműködésével az újvidéktől nem messze fekvő Temerinben gyakorta jelentkező, etnikai alapokra visszavezethető incidenseket tanulmányozta. A jelenségeket több kategóriába sorolták. Fizikai támadások, verekedések, magyar diákok zaklatása, vallási intézmények és kegyhelyek rongálása. Az incidensek száma időről időre változik, a lakosság egymás mellett élését azonban nehezíti. Egy olyan érzékeny témával foglalkozunk, amely valójában Vajdaságot, és nem csak Temerinek érinti, olyan érzékeny témával, amely a békés együttélést próbálja megkérdőjelezni, és úgy vélem, hogy fontos számunkra egy világos utat nyissunk, világos utat kezdjünk el afelé, hogy hogyan lehet Vajdaságot egy európai régióvá fejleszteni.
nagyra értékelem ennek a civil társadalom fejlődését előmozdító központnak a tevékenységét, nem is tudom pontosan a magyar fordítása megfelel az eredetinek. És ismertem a vezetőjének, Vladimir Illics úrnak a munkásságát, és nagyon nagyra értékelem azt az objektivitást, amivel egyáltalán dolgozik, és amivel ezt a tanulmányt elkészítették. Én szerintem nem csak, hogy hozzájárulhat ez az együttélés harmóniájához, hanem egyedül ilyen, szóval ezek a dolgok a többségi nemzet részéről elvégzett objektív kutatások jelentik a, mondhatni, az egyetlen és elengedhetetlen megoldást ezen a téren. Az ilyen típusú összejövetelek, analízisek, szakmunkák, azok azt szolgálják, hogy egy megfelelő megvilágítást kapjon újra a dolog, mert ez egy folyamat, a temelini helyzet, mint látjuk, ugye 2004-ben volt a kulmináció, és azóta azért újból minden évben jelentkeznek incidensek, és ennél fogva ez egy olyan folyamat, amelyet hát változik, bizonyos helyzetek ugye változhatnak, bizonyos mutatók változhatnak, és ezért fontosak ezek az elemzések, hogy egy újraértékelhetővé váljon a helyzet, és igazából én azt gondolom, hogy itt az is a fontos, hogy mindig az intézkedéseket megtévő szervek, legyenek azok állami szervek, vagy a civil szervezetek, és az ő tevékenységükre adaptálniuk kell az mindenkor aktuális helyzethez, mert nem ugyanaz a helyzet azért Temelinben most, mint 2004-ben volt. Az incidensek olykor politikai indítatásúak, máskor egyéni kezdeményezések következménye, vagy magukról megfeledkezett fiatalok önkényes cselekedetei. Jó-e, hogy az incidensek közül a temeriniéket emeljük ki? Tehát egyáltalán nem jó ezt Temerinnek, és nem látom semmi okát annak, hogy ebben a pillanatban ilyen szintén foglalkozunk Temerinben, egy hatalmas tanácskozáson a tartományi képviselőház nagytermében, akkor, amikor január óta, közben volt egy elég kemény választási kampány, Temerinben nem történt egyáltalán egy komolyabb etnikai incidensem, egyáltalán nem látom az értelmét ennek, de ezt nem én találtam ki, zenyém az, hogy itt legyek és válaszoljak a kérdésekre, illetve hogy elmondjam a saját meglátásomat. Én végül azért jöttem el, hogy szétverjem azt az illúziót, hogy etnikai incidensek csak Temerinben vannak. Nem igaz. Nem csak Temerinben vannak etnikai incidensek. Láthattuk az elmúlt hetekben Szabadkát, láthattuk Muzsiát. Ha valaki bele akar ebben mászni komolyabban és elbeszélget a rendőrökkel, akkor belátja, hogy mindenhol vannak ilyen etnikai incidensek. Egy dolog, nem tudom igazán az okát annak, hogy miért telik ezt mindig Temerin irányába. Specifikus helyzetről van szó, egy olyan helyzetről van szó, ahol ugye megbomlott az a természetes történelmi együttélési folyamat a 90-es évek történéseinek folyamán, illetve annak eredményeként, és ebből kifolyólag egy specifikus helyzet állt föl, és mindkét fél ugye maximális távolságtartást mutat ebben a helyzetben is. Hát ez az a úgymond távolságtartás, az a nemzetek közötti disztanc, amin az állami szervek, civil szektor megpróbálnak valamilyen tevőleges módon változtatni. Ezek lehetnek ugye represszív intézkedések, mint például a rendőrség részéről, és ezek sok esetben hatékonyak, illetve ugye itt sok kritika hangzott el épp az ügyészség munkájára, amely ugye nem megfelelő módon kvalifikálja a történéseket. Ez az egyik rész, a másik ugye pedig a preventív tevékenység, illetve a nevelő, oktató, tájékoztató jellegű tevékenység, ami épp a többi nem államhatalmat képviselő ugye szerveknek, hivataloknak, civil szervezeteknek a dolga. Vladimir Illics, a Nyílt Társadalomért Alapítvány elnöke szerint Temerin akár lakmuszpapírként szolgálhat, hiszen érzékelteti mindazokat a sajátosságokat, amelyek a vegyes lakosságú közösségekben jelentkeznek, illetve napjainkban és a jövőben is meghatározzák a nemzeti viszonyokat az olyan közösségben, mint Vajdaság. Fölmerül a kérdés, hol vannak itt a vegyes házasságban született gyerekek, ki foglalkozik az ő alkotmányos jogukkal, ki foglalkozik az ő identitásukkal, és esetleg beszélgethetnénk most már arról is, hogy esetleg bilinguális
oktatást biztosítani szerb és kisebbségi nyelven. Természetesen ez nem lenne kötelező, ott, ahol van érdeklődés. A tanácskozáson elhangzottak szerint fontos lenne, hogy a két nemzet pontos és valós képet alkosson egymás kultúrájáról és történelméről. Ennyi volt mára a közügyek, holnap este 6 órától is várjuk Önöket, viszontlátásra!